Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akusparlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok! Megnézem már, működik a mikrofon is. PC percek epizód következik, aminek a főszereplője ez a öreg Pentium 4-es, legalábbis a matrica alapján. Már nem tudom honnan van, szerintem azzal a nagy adag géppel kaptam, amit egyszer hazahoztam azzal a rengeteg laptoppal. És ez a ház iszonyatosan megtetszett nekem, és az a tervem, hogy ebbe a háza beleépítek egy jó gépet. Az akkori csúcsot, egy Asus logó itt égtelenkedik az elején. Kukkantsunk bele. Nézzük meg, hogy mi van benne. Hú, jó nehéz a hátlap, ebbe a házba még van anyag. Nézzük meg, hogy valóban egy Pentium 4-es lakik-e a gépházban. Jó nagy házikó. Na nézzünk be ide a hüttő alá. Próbál így fordítani, hogy ti is lássatok. Hoppa, lába kinyílott. Leveszem róla ezt a hűtőt. Nem férek oda bordától, hogy kiakasszam a fülét. Ez valami jó alaplap lehet, mert hogy van a VRM-en hűtőborda, ami arra enged következtetni, hogy valami kis tuning potenciális van benn. Ha nem baszol ki velem. Ja, valóban egy Pentium gépről van szó, méghozzá, mindjárt meg is mondom nektek, hogy milyen Pentium gép, hát a valami hypertradinges cucc, a P4 korszak végéről, nem sajnos. Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 512 cache, 533 MHz-es FSB. Nem rossz, de a jó az nem ilyen. Jó, azt visszapattintjuk. Kíváncsiságból belenézek, hogy indul-e, vagy mit csinál ez a cucc, de valószínű ezt a házat teljesen kifogom belezni. Ez kapott hűtő zsírt, ahogy szokták mondani. Rendesen nem lett tőle sajnálva, de én ezt most letörlöm róla, hogy ne kenjek össze mindent. Szerintem vegyétek elő a popcornt, a sört, meg mi egymást, ahogy energiatakarékos Pista szokta mondani. Van rajta egy ilyen kis alumínium lófasz jóskaság. Vigyáznom kell, hogy mit mondok, mert Dávid figyel, aztán megint megkérdezi, hogy miért mondom, hogy mi a pöcs. Adjunk neki tápot, nézzük meg, hogy dúra ne. Egyelőre nem. Ojoj. A vinyót azt hallom, hogy az újra indulgat. Hozok egy klavót, meg egy monitort. A monitor az itt van kéznél.
klavót, meg mindjárt hozok egyet. Gyönyörű szép ez a ház, ez így megihletett engem. Aha, csóró nem nagyon tud mit kezdeni. Ó, hisz. Itt egy billentyűzet. Múltkor kaptam egy pár ilyen HP billentyűzetet, ezek jók, mert strapabíróak. Csóró nem nagyon tud butulni. Nézzünk egy reszketet. Vinyónak nagyon fura hangja van. V-class, hát ez meg miféle alaplap? Én a vinyó az halott, azt már most megmondom. Igen, ez a 44 fok, ez nem túl jó, de hát nincs alatt a paszta. Aha, van itt frekvencia. És akkor nézzük a vinyóra, mit mond. Hát van benne egy vinyó, csak ugye az nem nagyon akaródzik neki működni. Á, kikapcsolom ezt a posztképernyőt, vagy mi ez, boot logó. Hol is lehet ezt kikapcsolni? Azt mondja, hogy full logo disabled. És akkor így legalább látni fogjuk a posztképernyőn, hogy mit akar mondani. 2,4 GHz, 18-szoros szorzó, 32 meg a shared memory, ugye a videókártyának. Ott a vinyó, hát felismeri, de hát úgy ugrál a fej. Mi van, ráhúzunk 37%-ot, Spreed Spectrum, ez micsoda? Ez mit tud ingó? Ezt nem vágom. Semmit. Ezt visszarakjuk úgy, ahogy volt. Nem azzal kell operálni, hanem a 133 MHz-el kellett volna, de nem lehet. És sajnos a proci is, ahogy nézem, szorzózárral ellátott. Na de se baj. Nézzük már meg, hogy mik a perifériák. Van egy AGP-nk, AGP, bocsánat, mert ez is rám lett szólva a múltkor, hogy ez nem AGP. Hát SATA-val még itt nem találkozunk. Ugye nem bizony. Kájne pánik, gyerekek! Kivesszük ezt a Chester csest. A nevem Chester. Winchester. Imádom ezeket a Whitworth csavarokat. Ó, valaki akkurátosan becsavarozta a másik oldalról is. Na nem baj. Ezt orvosalandó levesszük a másik oldalát is. A Machine House-nak. És akkor... Hogyan van ez? Ez a vinyó. Ez a floki, nem? Pedig eskü erről nincsen csavar a vinyóba. Ez a floppy, ha nem tévedek.
hogy ez vinyó lenne, hát most már kitekerem. Csak olyan fura, apró csavar van benne. Nem. Na miért nem jön ki a vinyó belőle? Ez a kalantyú, ez valami. Már nem is tudom, hogy ezt húzni vagy vonni kell. Ja, így egybe kijön ez az egész. Nem rossz ez sem, mert akkor legalább... Ja igen, ezek a csavarok nem látszódtak a másik oldalt. Akkor visszarakjuk a floki csavarjait. Na nézzük, mi voltál még élő korodban. Fogadjunk egy 80 gigás barakuda. De azt hát... Csak nem 8, de nem 80-as. Tipik, annyira tudtam. Mind döglött sorra. Kalapszar ez a Winchester. Na, kerítek egy másik vinyót, belehányjuk. Egy jó kis idés vinyót. Mondjuk rakjuk bele ezt a 160-as VD-t. Hát nem korhű, azt meg kell hagyni. Nem korhű, de most ez lesz benne egy teszt erejéig. Jó ez a megoldás, hogy így ki lehet venni ezt az egész hóbelebancot. Csak ilyenkor így felmerül bennem a kérdés, hogy milyen gépet kéne beleépíteni. Mi lenne az, ami igazán ehhez a gépházhoz stimmelne. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek melyik lenne az az éra, amit beleépíthetnék. Na nézzük most. Ez már elindul. Hát ez meg mi a pöcsöm. Valahonnan kaptam ezt a vinyót, és szerintem volt rajta egy valamilyen szoftver. Hopp. Jó, dobjunk rá egy XP-t. Nézzük, olvasnak-e a meghajtók. Rakunk bele egy szexpét. Méghozzá annak is az SP3-ját. Hát ez nem túl szerencsés most így, de ez így lesz, nézzük meg. Na és akkor valaki a múltkor kérdezte, hogy mutassam meg, hogy kell XP-t telepíteni. Hát így kell XP-t telepíteni. Hogy azt mondja, hogy boot. Floppy helyet berakjuk, hogy CD-ROM. HDD. Sőt, csak hogy meglegyen a úgy csináljuk, hogy floppy. CD-ROM. És akkor ide a HDD. F10. Entire. De imádom, mikor így keresi a flokit. Szépen bebútol a CD-ről, megnyomunk egy gombot, és már indul is a... Mi a picsa ez?
Nem olvasta be a lemezt? Ha nehézkesen olvassa a lemezt, mert hallom, hogy felpörög, megáll, felpörög, megáll. Kipróbáljuk ezt egy másik meghajtóba, csak ez meg nem akar kinyílani. Ez bizonyára itt valami égszí probléma lesz. Mert hallom amúgy, hogy nyillana. Jó, továbbra sincs pánik. Múltkor kedves Andrástól kaptam egy csomó meghajtót. Úgyhogy ezt kilőjük. Mondom, kilőjük. Így. Le is húzom ezeket a CD-ket. Hú, de klasszik ez a 40 pines ide kábel. Lehúzom a másik CD-romot is, hogy az ne kavarjon be egyáltalán. Így legalább a vinyót is le tudom oda rakni. Takarodj már innen ezzel a Voluson akármivel, hát nem igaz. Nézzük, ez olvas. Ha ez kapásból beolvasta. Aha, az volt a probléma, hogy nem olvasott az előbb. Ezt nem értem. Na nem baszol ki velem, ha kiveszem a bootból a HDD-t, és akkor még véletlen se fog bootolni onnan. Olyan, mintha nem érzékelni a billentyűzetet amúgy. Nem is... Hozok egy PS2-es billentyűzetet, kipróbáljuk azzal, mert olyan, mintha nem érezni a billentyűzetet, és... Ja, csak bevittem az összeset. Nagyszerű. Nem is működik a izése. A BIOS-ban még működik, aztán baszik működni. Most már legalább világító. Kezd felidegesíteni. Megpróbáljuk ezt egy PS2-es billentyűvel abszolválni, mert szerintem az a nyűgje, hogy ő minthogyha nem akarna operálni ezzel a USB-s klavóval. Megnézzük, hogy működik-e BIOS-ban. Ja, működik. Na nézzük. Mert amúgy meg elkezd bootolni a CD-ről. Na, sejtettem, hogy billentyűzettel lesz a gond, mert láttam, hogy tovább mentek a pontok.
Tudod, kit szívassá. Na, szóval akkor így kell XP-t telepíteni. Szépen itt végig gyalulja a kis fájait. Sőt, gyerekek, nem is ez lesz, hanem az lesz, hogy ugye itt még csak AGP csatoló felületünk van, viszont van itt ez a komputer, amit meg a drága pulcsitól nyúltam valamelyik nap, és ebbe viszont, ha jól emlékszem, nem, ez meg egy Celeron D. És ez már 775. Azt hittem, hogy még ez is 478, bár a foglalat, most hogy levettem, lehetett volna annyi eszem. Na mindegy, akkor föltelepítjük erre a témát. Mutatom, hogy akkor hogyan kell egy Sexpay-t föltelepíteni. Ez az XP-SP3, semmilyen herélt verzió, Daytona, meg XP Forever, meg ilyesmi. Megkérdezi, hogy Enter, folytatás, javítás, kilépés. Én folytatni akarok, nem javítani. Ugye látja, hogy van valami a vinyón. F8, elfogadjuk a szerződést, tele van mindenféle partícióval. És kösz szépen T, L, T, Enter, folytatás, L, törlés. T partíció törlése, eltörlés. T partíció törlése, eltörlés. Még itt is van egy T, el, és akkor maradt egy partíciónk. Hát jó nagy partíció. Most az lesz, ugye, ez egy 150 gigás vinyó lenne. 160-as, bocsánat. Azt fogjuk csinálni, hogy ketté particionáljuk a meghajtót, méghozzá úgy, hogy L partíció létrehozása, és csinálunk egy 50.000 megabajtosat, 5.000 megabajtos lesz az, és akkor marad 50 giga a rendszernek, meg marad 100 giga a egyéb ilyen pakolászni, meg ilyesmet, régen így csináltuk. És akkor fogjuk ide az 50 gigásra, legyen, feltelepítjük, és már települ is a rendszer. Telepítő formáz, és már csinálja is. Végrehajtja az utasítást. Itt most egy csomó ideig el fog mókolni, mert elkezdi fölmásolni a szükséges fájlokat. Legalább akkor annyira helyre hozzuk ezt, hogy kipróbálgassuk az AGP-s videókártyákat, mint például ezt itt. Vagy ezt itt, és még van egy tucat egyébként. Te mi vagy? Radeon 9600 Pro. Látod már szebb napokat, azt meg kell hagyni. De hát, ha működik, és ez is egy szép darabja lehet nagy gyűjteménynek. Krisztiántól kaptam ezt a cuccot, a technikus archívumától, megmutatom nektek. Hol van? Ez a cucc, és csak így megnyomkodom, és akkor felszívja az izopropil alkoholt. Ha megnyom, látjátok, oda belejön a materka. Így szépen az ecsetemre fel tudom venni, és akkor mutatom, hogy ilyen szépen meg lehet vele tisztítani a nyákot.
Így a nagy ganét ezzel leszedjük. Akkor van itt nekem ez a levágott szőrű ecsetem. Ezt is be izopropil alkoholozom. Akkor itt szépen végig lehet dörzsölni. Persze észre, hogy az SMD cuccok ne jöjjenek le róla. És lábát is egyből mennyivel fényesebb lett. Ez az oldal egész szépen megúszta egyébként. Hát nyilván így volt a gépben. És akkor ez az oldala kapott a jóból. Már is egy élhetőbb kinézetet kapott ez az öreg kártya. Mert kezdésképpen ezzel kezdünk, hogy mit tud ez 256 megabájtnyi VRAM-mal. Mire képes ez a másik, ez meg... Te mi vagy? Hát igen. GVN 62256, ez is 256 megás. Na jó, közben itt a gép ezzel elmókol egy darabig. Majd jövök, hogyha ezzel végzett. Na, itt tart most jelenleg, a fájlokat felmásolta. Most fogunk csinálni egy restartot. Viszont most már vissza kell menni a BIOS-ba és beállítani, hogy bootolhasson a vinyóról, mert most már onnan fog indulni. Hopsz. Ide most berakjuk a HDD-t, F10 Enter, és akkor most már a HDD-ről fog indulni a sztori, és folytatja a telepítést. Azért egy giga RAM-mal meg egy ekkora procival egy XP-nek hasítani kell. Közben ezt még így kicsinosítgattam, bár ilyenkor még túl sok energiát nem szabad belefetszölni, mert hogy lehet, hogy nem is működik. Kicsit csári a kép. Megizgította magának. Hát innentől kezdve még egy jó darabig el fog menni. Ez így nagyjából 10 percet vett igénybe. Hát innentől kezdve még szerintem egy bő fél óra, mire ezt befejezi. Hát 39 percet ír, igen. Bő fél óra. Az úgy nagyjából helyes is szokott lenni egyébként. Ha véget ért itt a telepítési folyamat, magától újraindul. Még egyszer belép ebbe a telepítő fázisba, ha jól emlékszem. Vagy nem, már magába SexP-be lépünk. Igen, most már jön az indítás. Úgy is van. Hogy vagyunk? Hát akkor nagyon jól csinálta most. Most egeret nem dugtam be, úgyhogy én billentyűzettel fogok itt operálni. Beállítja itt a felbontást. Kíváncsi vagyok, hogy milyen drivereket talált meg. De ha már itt van ez az egerentyű, akkor ezt beledugom. Csak nem előre, hanem half-túlra. Hát, hogyha hajlandó lesz ezzel működni. Hát egyelőre nem. Na. Jó, kattintsuk a tovább gombra. Mindegy, egy enterrel tovább megyünk. Én itt azt szoktam mondani, hogy egyenlőre nem. Jó, megint csak tovább. De...
Jó, szeretném kiválasztani, de se tabbal. Se semmivel nem hajlandó tovább menni. Na végre, egyelőre nem. Jó. Oké, hogy tudok most oda menni a tovább gombra. Így egér nélkül kissé vicces. Ti azért dugjatok bele egeret, hogyha... Üdvözlő a Microsoft Windows. Köszönjük szépen. Hát befosok, bazd meg. Hát az... Vedd már észre, hogy dugtam bele ide egy egeret? Hát nem igaz. Na végre. Jó reggelt. Ezt most kihagyjuk. Nem szeretném regisztrálni a Windows-t. Muszáj beírni. És már itt is van a Windows XP-nk. Belövöm a másik gépet, hogy a drivereket össze tudjuk majd szedni. A lemezt ki is veszem belőle, hogy ne maradjon benne, mert utána éveken át keresni fogom. Hát túl sok drivert nem fedezett föl, azt most megmondom. Mert hogy se a hangkártyának nincs ott az ikonja. Sem semminek. Hát én ezt így... átvariálom ilyen megoldásra, hogy kapjak egy saját gépet. Mit nem adtam volna régen így hasít a gépem? Hát igen, se audio, se videó nincs, azon kívül van mindenünk. Oké, na nézzük a partícióink hogy állítanak. Itt van, én ezt el szoktam nevezni. Rendszer, ezt meg data, és akkor tudom, hogy ja, anyád. Miért billentyűzök, mikor már itt van az izé? Az egér, azt nem tudom. Köszi, puszi. És akkor így meg tudom különböztetni a meghajtókat, ugye. Azt mondja, hogy ez lett 50 giga, ez pedig lett 100. Ide mehetnek a játékok, ide meg a rendszer. Itt mennyi szabad helyünk maradt? Figyelj, még így is maradt 49 giga, szóval jók vagyunk. Na jó. Nézzük már meg ezt a retro lejátszót. Nálam ebben is az újabbik van. Ja, SP3, igen. Csak kíváncsiságból bedobok egy lemezt. Bedobok egy lemezt, amin minden jól megy. Ó, nincs benne az a lemez. Akartam egy ajdát rádobni. Hogy megnézzük.
De az a lemez az valahol kallódik. Na jó, ez jó nagy fasság volt tőlem, hogy azt a lemezt ekúrtam. Nézzünk egy boot time-ot. Mi legyen vele szerintetek? Építsünk bele egy sleepert, vagy legyen belőle egy sleeper, hogy egy ilyen házba belerakunk mondjuk egy i5-öt, meg valami jó videókártyát, vagy rakjunk bele egy korabeli, mondjuk egy P3-ast, vagy P4-es, de szerintem ez inkább a P3-as éra vége volt ez a ház. Vagy maxoljuk ki mondjuk a P4-et, amit P4-ből bele lehetett hányni, azt rakjuk bele. Döntsétek el, hogy mi legyen. És akkor a következő epizódban annak megfelelően fogjuk ezt csinálni, de most a egyik Matrox kártyát bele fogom mindenféleképpen rakni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogyan működik. Egész gyorsan bebútol, arra nem lehet panasz. Tök jó. Na le is lövöm, és akkor berakjuk azt a 32 megás Matrox kártyát, mert az nekem a fantáziámat rettenetesen baszogatja. Ugye erre a Károlyra gondoltam én, és akkor ezt most nagy erőkkel ide behelyezzük, mert behelyezzük. Egyébként ilyen Matrox kártyából még rosszat nem láttam, szóval majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek lesz képe, de ez másodperceken belül ki is derül. Hát ez most kurvára nem jött be, de nem adjuk fel. Méghozzá azért nem adjuk fel, mert az is lehet, hogy az egyes portján van a kép. Bizonyám, átdugtam a egyes portba, és így már van kép. Videó vezérlő, fel is ismeri, Matrox Millennium. És figyeljetek, mindjárt milyen gyönyörű képe lesz. Ah, mennyivel színesebb, eszméletlen, gyerekek, ez zseni, imádom, ezek a Matrox kártyák. Ja, de itt még valami nem stimmel, ennek nem így kéne, hogy működjön. Ugye itt könnyen le lehet tesztelni, hogy működik-e vagy sem, hogyha megrángatod és ilyen darabosan megy, akkor nincs végé a támogatás. Itt meg azt mondja beállítások, takarodj már innen. Takarodj már innen! Hogy van csak speciális adapter, pedig itt van. Hűha! Hűha! Ja, most már van támogatás, csak mi az a 8 bites kép? Na, most lett a driver. Ott, ahol kell. Így csúcsupi. Jaj, de jó, gyerekek! Azonnal föltelepítünk rá egy Quake 3-ot. Ugye azok a Savage-ekkel mentek, bár nem túl izmosan, de mentek. Az eredeti lemez, még mielőtt bárki megkérdezné. Hogy szedi a lábát, amúgy tök jó. Megmutassam nektek én, hogy használtam annól ezt a Windows-t? Figyeld. Azt mondja, hogy nem. Mi ezt mindig kikapcsoltam a képernyő kimélőt, hogy ne foglalja itt a memóriát. Azt mondja install. És akkor ugye megbeszéltük, hogy a játékokat, na, maximum mehet, a játékokat azt nem a C-re, hanem a D-re rakjuk. Úgy, hát ha nem is a gyökérbe, de D, és akkor Quake 3. Oké, és létrehozta, mehet. Na, nagyon sokáig nem tudtam elengedni a Windows 98-at,
Ezért ezt is mindig úgy használtam, hogy klasszikus Windows, csak ide rámentünk a speciális. Mit akartam? Színséma az nekem a Silva, így, ez volt. És azt mondja, hogy háttérkép, az nem volt soha. Ugye ezt mai napig ezt a zöld hátteret használom, és én így használtam. Csak még azt beállítottam, hogy start menü, testre szabás. Kis ikonok megjelenítése a start menüben. Igen, így. És ez meg úgy volt, hogy típus szerint ezt innen elpusztítottam, így. Ezt meg úgy csináltam, hogy csoportokat kivettem, és nekem így volt, én így szerettem. Meg ezt is mindig elpucoltam innen. Hangok is mindig ki voltak kapcsolva, bár most az nem zavar kutyát se, mert ugye nincsen. Ezt is eltakarítjuk innen. Azt meg úgy, hogy biztonsági központ riasztásait kikapcsoljuk, így, oké. És már el is takarodott onnan. És így használtuk. Ezt is elpucoltam innen, mert sose használtam hálózatot. Nagyon sokáig Internet Explorer-es voltam, aztán átszoktam egy kicsi időre a Firefox-ra, aztán Chrome-os lettem. Nézzük, itt a másik gépemen van internet. Hogy is lenne? Nem tudom, miért csinálja ezt a routerem állandóan, hogy kinullázza magát. Ez milyen procit? Intel Pentium. Figyeljetek, itt egy... Ja, de ez meg már izé. Ez meg már 775-ös. Ja, de ez 3,2 GHz. Ezt kellett volna belehányni. Igen, hozzunk létre shortcutot az asztalon. Nem akarok. Nem kell restart computer. Na most abba bízok, hogy hangkártya nélkül elindul. Ó, igen. Na, lőjünk kettőt. Azt mondja, hogy system, 640x480. Próbáljunk meg egy 1024x768-at. Textúr detailt azt maxra állítjuk. Újjaj, az egerünk az elkezdett baszódni. Hát, csak itt lekapcsolom ezt a lámpát. Így talán. Nektek így jobb lesz, és akkor belépünk erre a pályára, egyelőre csak egyedül. Megnézzük, hogy mik az FPS számaink. Hát nem túl jó. Nem túl jó, mert szerintem olyan 35 körül van. Nem álltok csak. Azt mondja, hogy hogy van per CL. A sókötő DRAV FPS, nem, akkor DRAV FPS 1, nem, meg kell néznem, hogy mi a, gondolom egy pára most felkiáltottatok, hogy CG DRAV FPS 1. Nem. Per CG DRAV FPS 1. Anyádat már. Ah, csak összelagóztam. Per CG DRAV FPS 1. Azt mondja 26, 30, 40 olykor. Igen, de itt azért behullik rendesen. Nézzünk, hogyha visszaveszünk ebből. Hát igen, ezen sokat nem nyertünk, a felbontással tudunk nyerni, meg azon, hogyha
Hogy vagyunk? Megyünk ebből is visszám. Akkor nem lesznek olyan szépek a körök, meg ilyesmi. FPS számot nem hoztunk, akkor viszont csak a felbontás fog hozni valamit. Nézzünk egy 800x600-ban mit mutat. Hát igen, a duplája. Jó, hát akkoriban ugye nyomtuk a képcsöves CRT monitorokon, teljesen jó volt ez. 800x600 is. Hát ezt meg se próbáljuk. 16 bit, hát hogyha alapból 32 biten volt, és 32 bitben nyerünk valamennyit. Hát figyeljetek, amúgy azt mondom, hogy nem olyan rossz. Tehát játszható. Nézzük meg 640x480-ban mit mutat. Hát akkor már viszont nem lesz, gyakorlatilag nem lesz már élvezhető a grafika. Már csúf lesz nagyon. Viszont folyamatosabb az FPS. De itt úgy látom, hogy van egy 60 FPS-es korlátunk. De itt nem tudom, hogy van-e. Itt nincs, ha jól emlékszem. Mi az Isten? V-Sync. Na mindegy, de 640x480-ba tök jó, akkor viszont nézzük meg, hogy mit mutat így. Hogyha a felbontáson csalunk. Igen, a felbontáson csalhatunk, ugye az foglalja a legtöbb processzor teljesítmény, mármint a GPU-ban. Így viszont már azért behullik 40 FPS-ig is akár. Sőt, hogyha lövök, akkor akár még 30-ig is. De nem mondom azt, hogy játszhatatlan. Egyébként is régen, mikor játszottunk vele, ugye mindenkinek azt számított, hogy minél gyorsabb legyen, úgyhogy mindenki úgy játszott, hogy teljesen le volt butítva. Azt hiszem, hogy ennél gyengébbre nem lehet állítani. Ez micsoda? Itt valami kikressel, gyerekek, csúnyán. Meg is halt a dolog, mert a menü nem jön elő. Itt valami kikressel, de csúful. Na minden esetre játszható a dolog. Nézzük, mennyire melegszik. Egyáltalán nem vészes. Jó, de ez annyira kikresselt, hogy innen ki se tudok lépni. Jó formán. Jó, visszakaptuk a színmélységet. És tök szuper. Na jó, hát azt gondolom, hogy egy Quake 3-ra tök jó, bár ez korábbi egyébként a Quake 3, mint ez a szoftver, már maga a Windows. Hát Quake 2-t ki se próbáljuk. Van még itt valami esetleg a polcon, vagy bevittem mindent? Azt hiszem, bevittem már mindent. De legalább tudjuk, hogy ez a Matrox kártya, ez tökéletesen működik. Van itt egy Mass Effect. Ezt
Ez mit ír? Hol van a gépigény? Nem írja a gépigényt. Nem igazán. Na mindegy, amúgy is egy következő epizódban akarom a játékteszteket. Szóval... Írjátok meg a kommentbe, hogy szerintetek mi legyen a gép sorsa. Leginkább azt, hogy mit építsünk bele ebbe a gépházba, ezt szépen meg fogjuk ezt is együtt takarítani. Hogy mit rakjunk bele ebbe a gépházba. Legyen egy sleeper, rakjunk bele mondjuk egy... Hát i5-ből van itt a legnagyobb proci, amit bele tudok rakni, egy i5-öst, esetleg egy GTX 580-at, vagy valami ilyesmi kártyát. Azt hiszem az a legerősebb itthoni kártyám a GTX 580, hát meg a 1080 Ti a gépen, vagy rakjunk bele egy sleepert, vagy rakjunk bele egy korabeli gépet. Ugye láttátok, hogy hogy néz ki a gépház, mondjátok meg ti, hogy szerintetek mi illen ebbe a gépházba a legjobban. És legfőképpen azt írjátok ki, ahhoz mérten, vagy azt írjátok le ahhoz mérten, hogy mit rakjunk bele, milyen játékokkal teszteljük. Nyilván, hogyha egy i5-öst rakunk bele, akkor ne teszteljük GTA Vice City-vel, meg hasonló hókamókákkal. Szóval a beltartalomhoz képest nézzük meg, hogy milyen játékokkal teszteljük. Úgyhogy srácok, PC percek, rövidke epizód volt, egy Windows telepítéssel, meg egy P4-essel. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, tartsatok velem a következőben is. A kommenteknek megfelelően folytatjuk majd. Jók legyetek, srácok! Szevasztok!